Az Egy hét a győri idősekért programsorozat egyik záró eseményét rendezte meg az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény csütörtök délután a Kristály étteremben. A jó hangulatú esemény célja, hogy a város idős klubjai egy jó hangulatú délután töltsenek együtt. Miért jó ez? Azért jó, mert ez egyébként egy sorozat, tehát egy hétig tartó sorozatnak az egyik befejező akciója, mert véleményünk az, hogy egyrészt ismerkedjenek meg egymással az idős klubnak a tagjai, érezzék jól magukat, és érezzék azt, amit mi őszintén csinálunk, hogy törődünk velük. Az alpolgármester hangsúlyozta azt is, hogy Győrben jó idősnek lenni, ugyanis az idősek legnagyobb problémája, hogy nem szeretnek egyedül lenni, és Győrben nincsenek is egyedül. A városvezetés fontosnak tartja, hogy törődjenek a szépkorúakkal, ezért rendszeresen szerveznek számukra programokat. Tulajdonképpen a Nyit Hét programsorozatot most már több mint tizedik alkalommal rendezzük meg itt az intézmény keretein belül. Ugye lehetőségünk van így arra, hogy az időseket vendégül lássuk a klubokban, megismerhessék az intézményt, és az a Napsugaras Őszadó Klub találkozó, ahol most vagyunk, ez a hétnek a központi rendezvénye. Ilyenkor mind a 12 városi idősekből érkeznek ide idősek, és közösen töltenek el egy délután. Az igazgató elmondta, ezeken a rendezvényeken lehetőség van azokra a beszélgetésekre, amikre évközben kevesebb idő jut. Mivel a klubok aktív életet élnek, vannak olyan programok, ahol találkoznak egymással a szépkorúak, ilyenkor viszont kötetlenebb időt tölthetnek az idősek kellemes társaságban. A délutánon kiosztották a legaktívabb klubtagok díjat is. A hangulatot pedig tovább fokozta Nagy Balázs műsora, a színész örökzöld és operett dalokkal köszöntötte a szépkorúakat.